Szerintem nagyon tervedeidek. A természetből származó anyagokból készítenek játékokat a Margaréta Ovi gyerekei. Az intézményben évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a zöld szemléletmódra. Az itt dolgozó óvodapedagógusok azt mondják, hogy mivel a kicsik leginkább a felnőttek által mutatott példákból tanulnak, ők is nap mint nap zöld pedagógusként lépnek be az épületbe, közvetítve ezt a mentalitást feléjük. Bízunk benne, hogy mivel a földünk veszélybe van, ezért majd ők aktív cselekvői lesznek abban, hogy a földünket megóvják és védjék. Hogyan is tudjuk ezt mi tenni? Úgy tudjuk, hogy játékosan, hiszen az óvodáskor legfontosabb tevékenysége a játék, valamint az érzelmeiken keresztül. Úgyhogy próbáljuk minden nap becsempészni a csoportunkba a természetet, az erdőt. Céljai elérésében elhelyezkedése is segíti az óvodát. Hetente kétszer is ellátogatnak a közeli Bújtosi Városligetben, ahol természetes környezetben tudják folytatni tevékenységüket. Minden pedagógus kreatívan oldhatja meg a feladatot, a környezet megismertetését a gyerekekkel. Ezen a foglalkozáson például különböző természetes anyagokból készült hangszereken zenélnek az óvisok éneklés közben, itt pedig narancs felhasználásával készítenek madárelességet a gyerekek. Van olyan csoport, ahol zöld tündéreket neveznek ki, a villany lekapcsolásával az energiafelelősök vannak megbízva, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtik az intézményben. A kicsiket nyáron erdei táborba viszik, emellett az óvodának zöld jeles ünnepei is vannak. 2016 óta például minden májusban a madarak és fák hetével készülnek a kicsiknek. Minden nap más-más tevékenységgel várjuk a gyerekeket. Például egyik nap faölelő versenyt rendezünk, megnézzük az udvarunkon lévő fánkat. Másik nap madarászakembert hívunk, és elvarázsolják ide a madarakat. Harmadik nap rajzolunk a gyerekekkel, a negyedik nap az pedig igazi erdővé varázsolódik az óvoda udvarunk, hiszen állomások vannak, és 8 állomáson keresztül játékos feladatokkal hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hívjuk őket játékba, hogy a madarakat, a fákat, a természetet óvni kell. Ott jártunk, hol a színes ceruzák sem pihentek az óvodában, amelynek folyosóit a gyerekek által készített dekorációk díszítik. Ahogyan azok az oklevelek is itt vannak kiállítva, amelyeket a zöld tevékenység elismeréseként kapott az óvi az elmúlt években. 2008-ban pályáztak először a Zöld Óvoda címre, amelyet 3 évente meg kellett újítani, idén viszont már az Örökös Zöld Óvoda kitüntetést nyerték el. Emellett a Madárbarát Óvoda címmel is büszkélkedhet az intézmény. Mint a pedagógusok elmondták, olykor nehéz és rögös út vezetett idáig, de megérte az eddig elvégzett munka. Ezek az eredmények pedig arra sarkalják őket, hogy még többet tegyenek a jövőben, a környezet és egészségtudatosságra nevelés érdekében.